Müller Cecília országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy amit meg lehet előzni, azt előzzük meg, utalva ezzel arra, hogy október 20-ától bárki számára elérhető lesz az ingyenes influenza elleni védőoltás. A legfontosabb, hogy az egészségügyi szempontból leginkább sérülékeny krónikus betegek és a 60 év felettiek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozói, lakói beoltassák magukat. De térítésmentesen juthat hozzá az influenza elleni védőoltáshoz mindenki más is, aki élni akar ezzel a lehetőséggel. A védőoltás egy nagyszerű dolog. A szervezet elkezd dolgozni, és ellenanyagot termel, belehelyezi és keringeti a vérkeringésbe, és amikor ténylegesen elére bennünket az a konkrét vírus, a maga erejében és hatékonyságában, akkor a szervezet nagyon gyorsan le tudja győzni a legtöbb embernél, hiszen már az ellenanyagokkal rendelkezik a szervezet, ezzel a rendkívül hatékony fegyverrel, már ott van a fronton az eszközünk, amivel le tudjuk gyűrni a vírust. Kétféle oltóanyag lesz elérhető a kisgyermekek számára. Az egyik a 6 és 35 hónapos kor közötti kisgyermekeknek adható, ebből 4000 adag áll majd rendelkezésre. A másik a felnőtteknek szánt oltóanyag, amelyből a 3 és 12 év közötti gyermekek fél adagot kapnak. Németh Zoltán szerint azért fontos beadatni az influenza elleni védőoltást, mert így legalább megvédhetjük a szervezetünket az influenza vírustól, és ellenállóbb maradhat az esetleges további fertőzésekkel szemben. Először megfertőződik valaki influenzától, legyengül a szervezet, és ezt a legyengült szervezetet, ami éppen támadásban van, és teljes készültségben egy konkrét vírus ellen megtámadja a koronavírus, akkor a koronavírusnak játszik könnyedséggel lesz olyan ereje, hogy kritikus állapotokat tud még akár egészséges emberekben is létrehozni. Hát ezért akadályozzuk meg azt, hogy az influenza vírus le tudja gyengíteni így a szervezetet, ennek a hatékony eszköze a védőoltás, és így a koronavírus nem tud meglepetésszerűen támadni, amikor egy gyengült állapotban vagyunk. Az országban járványügyi készültség van, ezért minden forgatókönyvre fel kell készülni, hangzott el a legutóbbi kormányinfón. Mivel a vírus második hulláma mindenhol Európában felfutóákban van, a legfontosabb az emberi életek védelme és az egészségügyi szabályok betartása. Az influenza elleni védőoltás lehetőségét ezért is érdemes mindenkinek megfontolni.